A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat, Frányovlásigyben és a Dombóvár és térségében élő horvátság történelmi emlékeinek, valamint a még itt élő horvátok identitásának megőrzéséért és az önkormányzat támogatásáért és erősítéséért posztumusz ismeri el a 2016-ban elhunyt író, szociológus, néprajzkutató és történész Néhai Frankovics György tevékenységét. Az önkormányzat működése óta kiemelt partnerük a Pécsi Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ meghívására a 2023-24-es tanévzáró ünnepségén vett részt. Az ünnepi alkalmat kihasználva adták át az önkormányzat elismerő díjait az értük és céljaik eléréséért legtöbbet tevőknek. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében, valamint ígérem, hogy a lehető legrövidebbre fogjuk fogni, nem fogjuk ezen a forró júniusi napon senki idejét rabolni a keleténél tovább, valamint az esetleges nyelvi botrásokért előre is elnézést kérek. Sajnos hosszú évek teltek már el azóta, hogy én is ezeket az iskolapadokat koptattam. A tárgyra is térnék, és elsőként pedig kezdődjön a Frankovics György díj átadása. A Frankovics György díjat az idei évben alakította a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. Az ez évben alapított Frankovics György díjat elsőként posztumusz Boros Gyevi László, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat korábbi alelnöke kapta. A díjat felesége Boros Gyevi Lenke vette át. Prvi koji dobiva odlikovanje, Đuro Franković, je pokojni Laslo Borošđevi, koji za više godina je bio potpredsjednik i značajan lik Hrvatske narodnosti samouprave Dombóvára. A díjat felesége Borošđevi Lenke veszi át, kérem vegye át a díjat. Frányovlásig díjban részesültek Liljana Páncirov, a Horvát Köztársaság korábbi pécsi főkonzulasszonya, dr. Mandiné Zsivkovics Ágnes, a Pécsi Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ igazgatóasszonya, Rohonciné Sándorka Márta, a Pécsi Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ énektanára, Kovács Gergely, a Pécsi Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ igazgatóhelyettese, az iskola tambura zenekarának vezetője, és Hep Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat korábbi elnöke és korábbi horvát parlamenti szószóló. A Dombóvári Horvát Nemzetiség önkormányzatot, mely Tolna megyében az egyetlen a horvát nemzetiség körében, megalakulása, azaz 2010 óta támogatja tisztségeiben. Segíti a nemzetiségi önkormányzat kulturális és történelmi emlékét őrző ápoló tevékenységében. Az általa vezetett intézmény énekkarával és zenekarával együtt rendezvényeik rendszeres résztvevője. A szorott együttműködést a Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megállapodással erősítette meg kapcsolatukat, ezzel is magasabb szintre emelve.